több esztendős szünetet követően július 11-én ismét katonai esküvel záródott az alapkiképzés az Arrabona légvédelmi rakétaezred alakuló terén. Csütörtök délelőtt 57 katona tett életre szóló fogadalmat elöljáróik, kiképzőik és persze büszke szüleik, rokonaik előtt győrött. Szűcs Pál ezredes, a Magyar Honvédség parancsnoksága légierő haderőnem szemlélőség haderőnemi irodájának vezetője köszöntőjében kiemelte, mikor kimondták, hogy az életem árán is megvédem, kifejezték elkötelezett, meg nem alkuvó hűségüket a haza és a nemzet szolgálata iránt. Mondhatom azt a 6 hét kiképzés, alapkiképzés követően, hogy a állomány felkészült, ezt a 12. Arrabona légvédelmi rakétaezred biztosította számukra a megfelelő feltételeket, illetve az alapkiképzésen résztvevő kiképző állomány is törekedett erre. A 6 hetes alapkiképzés előre talán nem tűnik soknak, de motivált jelentkezőkkel és szakmailag felkészült kiképzőkkel sok mindenre elég. A legfontosabb katonai ismereteket tudtuk ebben a 6 hétben megszerezni, aztán nyilván a többi sok-sok tudást pedig majd katonai pályánk során, hiszen ma itt esküdtettünk, és ha ezt az esküt betartjuk, már pedig remélem, hogy mindenki betartja, akkor egy egész életen át katonák leszünk. Nem csak az eskü, hanem a tanulás, az új ismeretek megszerzése is bizony egy egész életre szól. Mind tartás, mind kitartás nagyon sokat adott nekem. Tudásból is nagyon sokat kaptunk, mind lőelméletből, mind tereptamból. Gyakorlati oktatásokat nagyon élveztem, kint voltunk gyakorlótéren sokat. Volt éjszakai harcászatunk, éles lövészetünk, volt ugye robbantás, kézigránátdobás. Szóval egy szóval sok mindent csináltunk, és nagyon élvezte mindenki. A 6 hetes alapkiképzésbe szinte minden belefért, amit egy katonának az induláshoz meg kell kapnia. Persze a gyakorlat teszi majd a mestert, de az alapokat mindenki megkapta.